emlékeznünk az együtt eltöltött eseményekre, könnyű és nehéz időszakokra. Mivel nem tudjuk minden bajtársunk sírját felkeresni, ezért választottuk a szombathelyi székesegyházat az ökumenikus megemlékezés színhelyét. Ezt a lehetőséget mindnyájunk nevében megköszönöm dr. Veres András megyei és püspök úrnak. Tisztelt egybegyűltek! Akikre emlékezünk, a béke katonái voltak. Vállalták a hadi szolgálatát, sokszor családtagjaiktól távol, nehéz körülmények között. A megyében ebben az évben elhunyt 16 fő nyugállományú katona, 22 fő nyugállományú rendőr, 6 fő nyugállományú határőr, 3 fő vár és pénzügyőr, 2 fő büntetés végrehajtó, 3 fő nyugállományú tűzoltó, és sajnálatos módon 1 fő állományi viszonyban lévő Bognár Péter tűzoltó főtörzsőmester. Bajtársaink elhúzával a szolgálatok véget ért, legyenek mindnyájú éve képei. Emléküket megérőzzük, nyugodjanak békében. Tisztelt emlékezők! Mai napon azért jöttünk össze a szombathelyi székesegyházban, immár 8. alkalommal, hogy békeidőben, az elmúlt években, különösképpen a 2015-ös évben elhunyt hivatásos és közalkalmazott honvédekért, határőrökért, rendőrökért, vámi és pénzügyőrökért, tűzoltókért, a katasztrófavédelem dolgozóért, a börtönökben dolgozókért, és idén második alkalommal a mentősökért, a Szent Misi áldozatot bemutassuk, róluk tisztelettel és szeretettel megemlékezzük. A Szent Misében kérjük megváltónkat, Jézus Krisztus, hogy legyen irgalmas pillája a elhunyt szeretteinknek, családtagjainknak, barátainknak, bajtársainknak és egykori munkatársainknak, akik beosztottként vagy parancsnokként, vezetőként békeidőben távoztak el körülbelül. Erről a helyről is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját és változását, akik a mai megemlékezést megszervezték, vagy jelenlétükkel megtisztelték. A Szent Mise kezdetén most mielőtt meghallgatjuk Jézus tanítását és részesülünk kereszt áldozatában, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy imádságunk még érdemszerzőbb legyen Isten előtt, a fegyveres testületek és a mentősök elhunyt tagjaiért. A hívő keresztény ember és a
nem keresztény között egyetlen egy volt a különbség. Míg a nem hívő, Krisztusban nem hívő, Istenben nem hívő ember az élet végére pontot tesz, a keresztény ember az örök életben hívő ember kettős pontot tesz. Jelezze azt, hogy van folytatás. Azt tanítjuk, hogy legnagyobb tragédia nem a halál, amikor az ember meghal, hanem amikor nem üdvözül a kárhozat. Temetések alkalmával nagyon gyakran idézem a papköltőt, Mécs Lászlót, akiről Győrben utcát is neveztek el. Azért tudom ilyen jól, mert 14 éve Győrben éltem, és abból 10 évet ott voltam helyőrségi lelkész. Most örök számomra, hogy én ismerős köszöntetek körülben az alezredes úr személyében. Tehát Mécs László írja, a vendég és vándor voltam című versében. Boldog dolog vendégnek lenni ottan, hogy várnak rám, szeretnek és megáldanak. Valamikor vendége volt az ember az Isten édenkerti asztalának. A kenyére nem volt még belépszak, borába nem volt ember vérkeverve, s karácsony volt minden nap, minden évszak. Akikről ma megemlékezünk, elhújt panasnokaink, beosztottjaink, munkatársaink, családtagjaink, akik köz rokoni vagy baráti szálak fűznek, ilyen vándorok voltak és vendégek közöttünk, körülöttünk. Mi mindannyian ezen a földön átutazóban vagyunk. A katolikus egyház így is határozza meg magát, hogy zarándok egyház vagyunk. Úton lévő egyház vagyunk. Az ember mindig úton van. Úton az örökké valóság felé. Ezt a föld életünket többféleképpen is megfogalmazhatjuk, de így talán mindannyian egyetértünk benne ezzel, hogy úton vagyunk az örök hazafele. Útközben vagyunk. Van, akinek közelebbi a cél, van, akinek távolabb. Akikről ma megemlékezünk, hogy szeretteink, munkatársaink elindultak a nagy útra, amely a végesből a végtelenbe, az időből az örökké valóságba, a világból a túlvilágra, az embertől Istenig vezet. Személyes élményeim is vannak természetesen, mint papnak. Az élet úgy hozta, hogy Ikerváron vagyok léváros, és a utóbbi 2-3 évben havi rendszerességgel Budapestre kell járni, és szeretem az olyan csendesebb utakat, és sokszor Tét felé megyek. Tét, Szemere, ismerős talán az út. És amikor Szemerén keresztül haladok, mindig eszembe jut egy fiatal rendőr őrmester, aki autóbalesetben, mint el. Oda van eltemetve. Más emlékek is fűznek, hiszen, hogy mondtam, 14 éve Győrben éltem Szemeréhez, többször is megfordultam ott, de valahogy ez az emlék, ami nyomott vagy bennem. Emlékszem, karácsony volt, karácsony bevásárlásra mentek, amikor ütköztek egy szabálytalanul közlekedő autóval. Ha jól emlékszem, ketten haltak meg. Karácsony előtt ilyen fájdalmas lehetett a hozzátartozóknak. Oda van eltemetve. Vagy emlékszek egy szintén egy fiatal rendőrre, aki pár kilométerrel odébb egy kereszteződésben telte halálát. Motorbiciklivel ment, és ütközött egy autóval. Emlékszem, akkor kimentünk a helyszínre, mert a ottani kegyeleti bizottságnak a vezetője, hogy menjünk el a családhoz, elmentem, és hazafele még én is a rendőr jelvényét kerestem ottan, nem találtam.
fogadta el, próbáltuk keresni. Egy kis kereszt jelzi az ő halálában a helyét. És így is, ha arra megyek, ő is mindig eszembe jut, és felelevenednek ezek az emlékek, hogy fiatalon elveszíteni egy aktív korban lévő kollégát. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus maga nyújt garanciát a közösségi imádsághoz, amit most teszünk, amikor így nyilatkozik. Azt is mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a Földön, és úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Többen vagyunk itt, mint ketten, hárman, és a legnagyobbat kérjük elmúlt szeretteinkért az örök életet. Az el nem múló boldogságod, amiután mi is vágyakozunk. Távozásokkal egykor félbe maradt beszélgetések, talán még elrendezendő ügyek maradtak. Azonban Teremtőtök és mennyei Atyán hazahívott benneteket. A küldetés itt a Földön véget ért. A munkát, a beosztást lehet pótolni, de a személy, főleg akihez még szeretett szálak is fűznek bennünket, szeretett személyt nem lehet pótolni. Mert az Isten egyedire alkotott meg bennünket. Mindenki egy egyedi ember, nincsenek tucat emberek. Mindenkit külön név szerint nevén szólít az Isten. Mi emberek úgy hajlamosak vagyunk csoportosítani az embereket a könnyebb eligazodás, tanulás miatt, de az Isten egyenként szólít meg bennünket. Elmúlt szeretteinkkel a családban, a baráti körben, a munkahelyen ült egy hely. A vendég és a vándor előre ment. Hisszük, hogy oda találkozni fogunk abban az országban, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik, és megvallják őt az emberek előtt. Kívánom a fegyveres testületek és a mentősök elhunyt tagjainak, hogy Szent Pál apostol szavai, melyeket halál előtt Timóteus tanítványának írt, igazolódjanak be rajtuk is. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. Add meg, Urunk, azt a felismerést a gyászoló családtagoknak, rokonoknak, jóbarátoknak, munkatársaknak, parancsnokoknak és beosztottaknak egyaránt, valamint minden ismerősnek, hogy a halálban nem csupán az elmúlás, hanem egyben az örök élet kezdetét is megérezzék, megsejtsék. Nem akarunk szomorkodni amiatt, hogy elveszítettük titeket. Ismét Szent Ágostot idézem befejezésképpen. Inkább hálásak vagyunk azért, hogy számos éve, évtizeden át a mieink voltatok, és most is hozzánk tartoztok. Ha hazatértek az Úrhoz, kérünk emlékezzetek meg mi rólunk is, mert aki hazatért az Úrhoz, továbbra is tagja marad Isten nagy családjának. Csak előre mentetek, hogy egykor mi is kövessünk titeket, és Isten országában újra egymásnak örvendezhessünk. Amen. Álljunk föl, kedves testvéreim, és terjesszük kéréseinket a mindenható Isten elé. Testvéreim, most imádkozzunk együtt, és forduljunk alázatos könyörgéssel Urunkhoz, Istenünkhöz, a mentősök és a fegyveres testületek elhunyt tagjaért, akik közülünk előre mentek az örökké valóságban.
Imádkozzunk el szeretteinkért, hogy Isten megbocsátó irgalma, feledés homályába merítse minden bűnöket. Vigasztalt Urunk a hátra maradt családtagokat, rokonokat és barátokat, hogy halálban ne csupán elmúlást, hanem az örök félelmet, kezdetét is felismerjük. Adjunk örök nyugodalmat azoknak, akiket békeidőben, szolgálatuk és munkájuk lelkismeretes végzése közben ért a halál. Imádkozzunk azért is, hogy meghalt rokonaink és jótevőink elhűssenek arcok boldogító látására. Kérünk téged, hallgass meg! Nem akarunk szomorkodni amiatt, hogy elveszítettünk titeket. Inkább hálásak vagyok azért, hogy sok-sok éven át a miénk voltatok, és most is hozzánk tartoztok. Mert akik hazatérnek az Úrhoz, továbbra is tagjai maradnak Isten nagy családjának. Csak előre mentetek, hogy egykor mi is kövessük, és Isten országában újra egymásnak körbentessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Urunk Istenünk, felajánljuk neked áldozatunkat gyermekeidért, a fegyveres testületek tagjaiért, a mentősökért, teljes és kegyesen kéréseinket és részesítsd őket örök irgalmasságodban, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és most veletek. Emeljünk föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és így bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik. És amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden sereget a mennyben, a te dicsőséget himnuszát szentjük, és velük együtt végnél